Nos hát akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok, hello, hello, hello! Mint ahogyan is a címből is láthattátok, hát Skyblock. Skyblock nyitás 5 órakor. Na, itt is tartom az update egy... hát egy... Mondjuk azt, hogy mindenki azt mondta, hogy nagyon jó lesz. Így ebből a 4 emberből, 3-ból. Ugyanis, akkor menjünk bele abba a dolgokba. Ugye innen kikerült a Silver láda, vagy a Silver kulcs. Ezek a ládák, vagyis ezek a cuccok drágábbak lettek. Jóval. Tehát ezek mind drágábbak lettek. A alapláda az maradt ugyanúgy, ahogy volt. A Vexelbe belejött egy Silver kulcs. Itt van. Vexelbe belejött egy Silver kulcs. És jött bele egy Arcade 3 láda. Sokkal több a drop rate-je, ez nincs átírva, de ugye ez az Arcade 3. Nincs átírva a drop rate-je, szóval, vagyis hát át van írva a drop rate-je, és sokkal többet droppol egy ilyen láda. Sokkal-sokkal többet droppol. Na, itt vagyunk a Silvernél. Na hát akkor ebből is nagyon-nagyon sok Arcade 3 fog droppolni. És akkor van még egy láda. Super Arcade láda. Na most, mindjárt a videó végén akkor megmutatom, hogy mennyire elborult ez a láda. Generátort is sokkal nehezebb nyitni. Picit nehezebb lesz ez a season, véleményem szerint. De elég sok új dolog van benne, és szerintem azért megéri. Per shopba a spawner árak azok így változtak. Próbálok pörgősen végigmenni, hogy ne aludjatok el. Ezeket is muszáj volt úgy gondolom felemelni, mert mégiscsak, de hogyha netán egy picit túl gyenge lesz, akkor majd még emelek egyet az áron, de ez majd kiderül. Na, akkor menjünk egyet, csináljunk egy szigetet, és akkor boruljunk el egy picit agyilag, jó srácok? Jött egy új parancs, itt azt is bemutatom, azt kell beérni. Csánk. És akkor látjátok a csánkokat 1-12 nélkül. Na most, ez azért szerintem egy brutálisan jó dolog. Na, és akkor ez így néz ki. Megnyitod, ki tudod kapcsolni benne a dolgokat. Meg tudod csinálni, hogy a bankba jöjjön a pénz, eszköztára, hologramot ki tudod kapcsolni. Na és akkor megyünk fel. Egy 80 magasra, és akkor boruljunk el agyilag, jó? Mondjuk egy... hát nem tudom mennyi ez, 1 milliárd? Igen, 1 milliárd. Na, ezek 1 milliárd a spawnerek. Akkor let's go. Ja, és ugye azt még nem kell mondanom, hogy a Super Arcade ládának olyan nagyon-nagyon ritka a drop rate-je, hogy brutálisan. Igen, ugye mutatom, hogy mennyire jön a pénz, mert ott láttátok, hogy felugrott 1,7 billióra, és 67-re. Na hát akkor ez úgy szívja be a dolgokat, srácok, hogy hát igen. Szóval látjátok... nem nagyon tudok mit mondani. OP. De akkor még lerakok egy pár spawnert, nem tudom mennyi van lent. Még egy párat lerakok. Csak hogy lássátok a cuccost, hogy akkor mégis hogy állunk. Fontos, ez a videó nem lesz megvágva, mert egyszerűen nincs időm, nem volt időm. Szóval igen. Ez a chunk parancs, ez amúgy elég jó dolog szerintem. Leraktam egy párat még, és akkor... most van 14.34. Nézzük meg, hogy 36-kor, addig fogok nektek beszélni arról, hogy mégis hogy vagyunk. Nézzük meg, hogy 36-kor mennyi pénzünk lesz. Az ugye 2 perc. Na most úgy vagyunk amúgy, hogy vannak elég sok új dolog. A generátorok azok ugye 5 szintre lehet most már őket upgrade-elni. 5 szintre. Szóval az is egyen jobb. Azt hiszem úgy van a legendary generátor, hogy 14 óra, 12 óra, 10 óra, 8 óra és 6 óra. Azt hiszem így van megoldva a cucc. És... hát igen...
eléggé foglalkoztam megint a szerverre, próbáltam minél jobbra csinálni, hogy azért mégiscsak, és nem tudom, szerintem azért elég jó season lesz ez is. Véleményem szerint igazából talán ez lesz az egyik legjobb, hiszen tökéletesen vannak balanszolva a dolgok. Szóval igen, véleményem szerint lag sem lesz, nem kéne legyen, nem szabadna legyen. És a ládák is nagyon balanszolva lettek, tehát nincs olyan, hogy 20 silverkusban mondjuk nyitsz 100 generátort vagy ilyenek, nyilván nem lehetséges, de értitek. Azt is balanszoltam, az Arcade 3 az most már rendesen fog jönni. Van ugye ez a Super Arcade, ez is egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem. És igen, a generátorokat is tovább lehet fejleszteni, most már egyáltalán nem lehet lerakni sehova. Ha le lehet, akkor esküszöm, hogy agyfasz fogok kapni. Igen, szóval próbáltam megint ügyködni. Van ez a chunk parancs, ez is nagyon ötletes szerintem, mert azért mégiscsak nem kell felgyertek 1-12-vel, és láttok szépen mindent. Na, amúgy 36 van, mennyiről indultunk? Ja igen, 14 billióról. Most már lehet látni amúgy, 49. És szemléltetem, hogy egy szaros itemet nem hagy maga után. Szóval egy item nem hagy, de egyszerűen nincs a földön item. Szóval igen, ez brutális ez a láda, akinek ez a kezébe fog kerülni egy ilyen láda, az egyszerűen brutális mennyiségű pénzt elkérhet érte. Szóval igen, és ugyanúgy, ahogy voltunk régen, meg fogunk maradni annál, hogy no pay to win, és ja. Nem tudom, srácok, remélem, hogy minél többen itt leszünk nyitásnál, és minél többen fogtok játszani a szerveren, ugyanis ez most szerintem egy eléggé nagy update, véleményem szerint. Nem fogom túl sokáig húzni a videót. Annyit kérek tőletek, hogy 5 órakor lesz a nyitás, 5 órakor legyen itt mindenki, aki megnézte a videót, és osszátok meg a videót, minél több emberhez jusson el, minél több ember legyen fönt nyitáskor, hiszen ez egy nagy durranás lesz, már látom előre. Úgyhogy igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, tetszett, akkor fejeljétek szét a lájkot, iratkozzatok fel, és hát nézzétek meg. Brutális. Sziasztok!